Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a VNTV nézőit, vagy Mi van a túl a televízió nézőit, kinek hogy tetszik. Ezúttal a feladássorozatunkban Eszterrel, Boldog Eszterrel beszélünk. Már rend eszembe se jut, hogy Botos Eszter, te Boldog Eszter nevet kaptad, és már nem is tudlak ebből kiszedni. Ma az Indigo iskoláról fogunk beszélgetni, és előzetes az, hogy látni kell, hogy akik az országot irányítják, és most ne feltétlenül a politikusainkra gondoljuk, akik az óriási vállalatok, a kulturális intézmények, az egészségügyi intézmények, stb. Stb. Vonalatát képezik. Ha csak az orvosi egyetemre gondolunk, akkor látjuk, hogy azok a gyógyszergyár szponzorációk kapnak legtöbb tananyagot a orvosfeliró diákoknál, akik oda beszálltak, de mi újság van az általános iskolákban, mi újság van az óvodákban, hogy ott milyen tematikus képzés van, amikor hazajön a kislányom, és azt mondja, hogy figyelj, mi a baj ezzel a télapóval, mert most el akarják ők tölölni, meg karácsony se lesz, meg most már a fiúknak is lányruhába kell járni, na most ilyenekkor általában én kiszoktam borulni, és igazából bemennék, azt borogatnék, de ha és akkor elmondom a jó példát, hogy a szülők általában már bölcsőd és óvodás korban is megteremtik, megkeresik azokat az alternatív lehetőségeket, ahol a gyerekek képességeit kiemelve a rendszertől kicsit eltérő tanítást és oktatást kapnak, és utána ez a vonulat ez végig mehet, még akár azon az áron is, hogy nem kapnak az államtól támogatást, mert valószínűleg csak azt támogatják, amiről azt hiszik, hogy ők jók. És ugyanakkor viszont az életre felkészítésben ezek a gyerekek sokkal jobban előre járnak. Tehát akkor most elmondtam egy olyan fajta képet, ami az én képen volt, és elnézést kérek érte, és akkor egyrészt a jellegi oktatási rendszerről szeretném a véleményet hallani, és utána meg mondd el egyszer azt a koncepciót, amit úgy hívnak, hogy Indigo iskola. Hát a jelenlegi rendszerről a vélemény az ugye nem lehet túl jó, mert ha csak az eredményeit nézzük, hol tartunk, hogy élünk a mindennapok, hogy érzik magukat az emberek, elég kimenni az utcára, felülni egy villamosra, egy buszra, tehát nem működik túl jól. Látjuk, mekkora gondban vannak a végzősök, akár egyetemi diplomával, ugye, vagy kénytelenek az országot elhagyni, tehát a megélhetési gondok, nem tudom, ez az iskolarendszer nem biztos, hogy az életre készít fel. Én csak így laikusként ezt a kérdést fogalmaznám meg, így nagyon finoman célozgatva ugye az iskolarendszer minőségi színvonalára. Én igazából iskolás, gimnazista koromban megfogalmaztam magamnak, hogy itt valami nagy gubanc van az iskolával, már csak azért is, mert ott akkor én se éreztem olyan jól magam, és nem feltétlenül olyasmit tanultam, amit szerettem volna. És én se érzem úgy egyébként, hogy engem az iskola bármennyire is fölkészített volna az életre. Nagyon sok mindent el kellett felejtenem, amit ott ugye belénk vertek, ugyanakkor nem voltam felvértezve a megélhetésre. És igazából ez az iskola név, hogy Indigo iskolák idén júniusban köszöntött be hozzám mindig előbb a név érkezik, hogy valamiben fondorkodom. És az Indigót kétszeresen magyaráznám meg, egyrészt, hogy én egy Indigo születésű, nem annyira gyerek, de már eléggé felnőtt vagyok, én egy korai Indigo korosztályhoz tartozom, rám se voltak felkészülve, de ettől függetlenül én próbálom azért a rám ruházott, meg általam felvállalt szerepet, küldetést legjobb tudásom szerint megvalósítani, és úgy érzem az iskola dologhoz gyerekkorom óta valamiféle közöm van. Ugyan nem lettem oktató, vagyis diplomás tanár, pedagógus, de azért oktattam angolt, korcsolyázást a mai napig, ha igény van rá. És az Indigo iskolák másik, az Indigo névnek a másik jelentése lenne az, hogy ezt ugye időnként vagy régen használtuk a papír alá, ugye beraktunk egy Indigót, és akkor az ott lemásolta. Azért gondoltam, hogy ez egy jó név. Az Indigóknak egyébként, az Indigo gyerekeknek az a szerepük, hogy előkészítsék a változást, illetve létrehozzanak egy változást, egy minőségugrást a társadalomban. Utánuk jön a kristálygeneráció, akik ebben a megváltozott társadalomban az ő dolgukat teszik. Mi vagyunk a harciasabbak, a forradalmiabbak,
az Indigo másik jelentése, ez a másolás pedig azért lenne jó, mert hogy ezt le kéne másolni. Tehát meg létrehoznánk egy, mondjuk egy eredeti példányt, elkezdene működni, és hogy ezt minél több helyen, minél több városban, községben, faluban, kis közösségben lehetne megvalósítani, szerintem mindenkinek annál jobb lenne. Az ötlet lényege pedig igazából életre nevelés, egy szóval. Ha pedig ezt kibontom, akkor az a szeretet, ahogy áramlik, ugye, szabadon, oda, ahol érdek nélkül valami vonza, nyilván, amivel dolga van. Tehát a gyerekeket nem beültetni iskolapadba, elsősorban nem csak gyerekeket tanítanánk, mert mindenki szívesen tanulna, még jó pap holtig tanul, de ugyanakkor a felnőttek közül már mindenki ért valamihez. Szoktam itt azt is mondani, hogy ha máshoz nem, hogy hogyan tegye magát beteggé. És a rossz példa is sokszor tanító erejű, mert ugye akkor már azt megtanuljuk, hogy hogyan ne. Tehát adnánk egy teret ennek a lehetőségnek, mindenki odavinni az ő szaktudását és az érdeklődését, és oda áramlana szabadon, ami őt ugye vonza, azt tanulná. Nem lenne kötelező anyag, semmi nem kötelező. Én azt gondoltam, egy kis faluba szoktam nyaranta tölteni a nyarat, a Bakonyban. Ott kezdtem el ezen sokat a nyáron agyalni, és ott van 3-4 kocsma minden faluban, és hogy ez akár a kocsmát behelyettesíthetné, mint intézmény, egy központi helyen, ahol egy konyha lenne, illetve kemence, ami manapság, ugye most elindult egy ilyen mozgalom, a falu kemencét sok helyen megépítették már, és a falu kemencéje mellé lehetne a falu konyháját is, mert miért kell minden embernek külön napi nem tudom x órát a saját kis lábasával és kis 2-3 személyes, hát miért nem lehet megfőzni egy falura, és akkor ott mindenki csak oda menne, és akár a falu konyhája nem csak étkezést, de egy tanműhelyt is szolgálna, ahol a fiatalok megtanulnák, hogy hogyan kell főzni, előkészíteni az élelmiszert és a többi. És akkor ott ugye egyből lehetne táplálkozni, ott mellette lenne az iskola, ahol az összes többi szakmákat, az agyagot, a gyékényfonást, a rovásírást, a magyar nyelvet, a matematikát, vagy az ökoházépítést, vagy a gyógynövénytársítás, vagy gyógyítás, mindenfélét lehetne ugye tanulni életre. Tehát ami fontos az élethez, az egészséghez, és akkor ez egy ilyen központ is lehetne, ami ugye a külterjes, tehát mint a házépítés, vagy a földek megművelése, szüret, vagy ilyesmi betakarítás, ezt mind onnan irányíthatnák. Onnan vihetnék a munkaerőt, aki azt szeretné tanulni, az addig lehet ott segéd, munkaerő, és közben beletanul. És így ez az egy ilyen természetes áramlásra. Most én ezt nem azért mondom ilyen, hogyha ez egy zseniális új ötlet lenne, igazából én szerintem én csak azon a vonalon kezdtem gondolkodni, hogy próbáltam elképzelni, hogy az őseink, azok vajon hogy éltek, amikor még nem volt pénz. Mert hogy itt ebben az egész dologban, itt nem kell a pénznek, nem jut semmilyen szerep. Se az ügyvédeknek, se a jogászoknak, se a bíráknak, sem rendőrségnek. Tehát itt egy közösség önmagát építené, önmagát tanítaná, önmagát táplálná, és adná ki, osztaná a munkát, és ellenőrizné, és tanítaná. És igazából ez az iskola, ha így vesszük, tulajdonképpen ránőne az egész életre, és egy ilyen sejt lenne, és hogyha ez tudna burjánzani, tehát itt jön be az Indigo másik szerepe, hogy másolódna, akkor sok kis ilyen közösség lenne, ami önállátó, önmagától mindent el tud rendezni, persze lehetne köztük kapcsolat, de a pénznek nem feltétlenül kell így se szerepet. A pénzügyi szempontból nem ördögtől való, hogy azért ott is a kályhát meg kell venni, meg a téglát. Ugye én akkor hallgattalak téged, én mikor itt nem ücsörgök, hanem véletlenül feljutok meg a vállalkozásaimhoz, akkor már is van egy drága kolléganőm, pont tegnap beszéltünk minden karácsonykor itt 40-50 családnak ruhát, mindent vásárolunk, és eszembe jutott, hogy van egy nagyon kedves ismerősünk, aki fantasztikus kolbászképet csinál, hogy őt felkérjük arra, hogy ezeknek a családoknak egy pár kolbász készítsen, és akkor már is jött, hogy akkor milyen jogszabály, minek kell megfelelni, stb. Emlékszel, hogy amikor a fantasztikus EU-ba beléptünk, akkor a disznóvágásokat meg akarják tiltani, meg akarták tiltani, meg a mákbegyűjtését. Ők zseniálisan tudják azt,
hogy hogyan lehet ezeket a dolgokat megakadályozni, hogy a falusi közösség például korábban bevihette a kertjében megtermelt répát, gyümölcsöt, a saját csirkét, kacsáját, és egészségesen táplálkoztak. Igen. A falu lakossága. Ha ma nem viszik be azt a 72 féle et, meg mérget, meg minden vatkot, amit ott meg kell főzni, igen, akkor ez már jogszabály ellenes. Tehát, hogy gyakorlatilag tökéletes egyetértve veled, azért egy pár olyan közösségnek, egy polgármesternek, vagy bárkinek fel kell vállalni ezt, hogy ő ezt a fajta szemléletet megengedi, megerősíti. És a másik az, hogy egyszerre kell két helyen seggelni. Ez azt jelenti konkrétan, hogy te megtaníthatod az életre ezt a gyereket, mivel nem tudsz neki felső oktatást képezni, kell találnod egy olyan általános iskolát, ahol viszont a vizsgáztatás miatt havonta fél évente be kell hordanod a diákodat, hogy a nemzeti tantervnek megfelele, akkor az iskola nagyjából bevállalja, mert ő elteszi a pénzt a gyerekek után, és ő nem foglalkozik azzal, hogy te mit csinálsz a gyerekkel, de egyelőre ez úgy néz ki, hogy ez a fajta dolog, amit te beszélsz, ez egy elég komoly falakat kell áttörni, de hát azért vagyunk itt, hogy ledöngessük ezt a falakat. Ezt nagyon jól érzed, igazából ez az ötlet arra is jött, hogy én arra szeretném, az emberek érzik, hogy baj van. Sokan tudják, hogy más kell. Tehát, igen, hogy más kell. Igazából, de nagy a tehetetlenség érzet rajtuk, úgy veszem, hiszen nem tudják, vagy kicsinek érzik magukat, nem tudják, mi lehet az ő szerepük egyáltalán, mit tudnak ebbe lépni. Én ehhez szerettem volna egy ötletet adni, egy az, hogy az oktatásnál kezdjük, mert az az egyik kulcs. A gyerekek, a jövő nemzedék, illetve saját magunk is, mert tanulni mindig van mit, és főleg a városi ember tudja, hogy mennyire hülye a vidéki élethez. Én meg különösen néhány éve próbálkozom nyarant a vidéken, ugye a fákkal, meg a gyümölcsökkel, meg a fűvel ismerkedni. Nem olyan egyszerű, de megtanulható. Minden megtanulható, és igazából ez az egész ötlet ugye arra lenne, hogy hogyan lehet ebből a matrixból kilépni. Tehát, hogy lehet. Szerintem lehet. És hogyha mi nem szolgáljuk azt a rendszert, nem támogatjuk, amivel mi nem értünk egyet, mert senki nem kérdezett meg minket, hogy mi ezzel egyet értünk el, csak egyszerűen próbál minket bedarálni. De hogyha mi nem ezt támogatjuk az adóinkkal, a csekkeinkkel, a munkaerőnkkel, szaktudásunkkal, hanem egy másik rendszert, ami életképes, ami miénk, ami nekünk van, ami értünk van, nem pedig minket kizsigerel. Tehát arra lenne ez egy ötlet. Tehát azért vagy itt, hidd el, hogy nem gondolkodunk mi másképp, tehát azért vagy itt, hogy ezt megosztod. És akkor lépjünk tovább, hogy gondoltál valamire, megteremtetted lehetőséget, és most egy ingatlanról is szó volt már az előzetes beszélgetéseinkben, hogy esetleg lehetőség lenne, hogy egy ilyen indigó iskola csírát valahol létrehozzál. Mit kell erről tudni? Hát ez igazából nem függ össze annyira, de mégis én úgy érzem, mert nincsenek véletlenek. Nem hiszek a véletlenekben. Én ezt júniusban gondoltam ki ezt a nevet, vagy akkor érkezett a név hozzám. Rá egy 3-4 hónapra, ugye szeptember végén egy ismerős talált meg azzal, hogy neki lenne egy ilyen kis családi ház, amit nem használ ki, és ráfizetni nem szeretne. Tehát úgymond oda adta, hogy használjam. Én oda költözni nem tudok, hogy ilyen módon használjam, és rögtön az ötlet jött, mivel okkal történik minden, hogy lehet, hogy ezt erre kaptam. Tehát jött az ötlet, és ez mint egy támogatás. Helyileg merre van ez? Kispesten. Azért merre mondani, mert akkor először is Kispest, Erzsébet, ez a környékbeli másképp gondolkodókat. Egyébként azért tudjad azt, hogy ott Kispesten és Erzsébeten valósították meg, tudósítottunk róla az ilyen a lakótelepi kerteket, amikor két nagy beton dzsunga között bekerítettek egy kis földterületet, és mindenki lehet kapálni, van egy kis ágyása, és akkor ott egymás. Szoktam látni ilyeneket. Szoktad látni ilyeneket? Igen, mert járok arra biciklivel. És gyakorlatilag, tehát ott fogékonyak ebben a gondolkodásban, mert innentől fogva akár az indigó iskolába is eljárhat a gyerekét, ha nem is iskola helyett, hanem mellett fakultatív, de hogy a túléléshez. Ez jó, hogy mondod, mert minden ugye kezdett, meg csirájában ugye kicsi, és ez így normális is, ha az életet vesszük alapul, tehát nem nagyba kezdődik, az ember se egészbe születik, tehát vagy felnőttként.
Lehet, hogy először egy havi egyszeri alkalommal kellene kezdeni, amit aztán, ha már ez működik, sűríteni lehet heti egy, és aztán eljutunk. Jó, első az, hogy hívjátok meg Eszter több helyre ilyen előadásokat ezzel kapcsolatosan. Másik az, hogyha van ehhez kezdeményezés, ötlet. Minden ötletet. Szívesen. Eszternek most lesz egyébként ezzel ideje foglalkozni, és sosem semmi véletlen, azért vagy most ott, hogy ebben a dologban mi is valamilyen módon itt bábáskodjunk. Tökéletes egyetértek az, hogy csak úgy lehet új nemzetéket felnevelni, hogyha újfajta gondolatokkal látjuk el őket, mert ha az indigó és kristály gyerekeink rezgés szintjét folyamatosan a táplálékokkal, oltással, médiával, oktatási rendszerrel lentartjuk, akkor is ők ki fognak törni ebből, csak nem biztos, hogy jó irányba indulnak el. Tehát a változást nem lehet megállítani, ezt a jövőt nem lehet megállítani című dolog, és aki ma, meg a tetszett az a mondat, hogy úgy hoznak a fejünk fölött törvényeket olyan bürokraták, akik soha nem kérdezték meg, hogy mi választjuk-e őket, és hogy az, amit ők akarnak, hogy az uborka merre kanyarodjon, meg betiltják a mákot, meg a víz nem oltja a szomjat, annyi baromságot, amit el tudsz képzelni, azt létrehoztak már, és ez mind azt jelenti, hogy a nagy multinacionális korporétek irányítják már az ő tevékenységet, munkájukat is, és ne adja a jó Isten, hogy államok fölé emelkedhessenek, mert akkor kiszámíthatatlan a sorsunk, de sokkal gyorsabb lesz a változás, mert előbb segberüljük őket, mint most annyira még nem látszanak, hogy mindenki őt irányítanak. Ez egy ilyen folyamat is. Még nekem is van egy ilyen jó gondolat az előbbihez. Ugye a reklámok közül az egyik kedvencem, amit így néha elkapok, mert néha megy a tévé, hogy már víz nélkül is, ugye, és tudjuk, hogy a víz az első gyógyszer, és hogy ezt meg tudják etetni az embereket, tehát ez már szerintem azért jelzi azt, hogy itt nagy baj van. Nézd meg az ő fő hazugságukat, amit úgy hívnak, hogy fenntartható fejlődés. Igen. Tehát amikor egy kis szigeten elkezdjük a populációt növelni, és ugye egyre több fát ültetünk, egyre több állat lesz, stb. Hol annak a vége? Egyszerűen megszakad a rendszer. Tehát, és nem mondják azt, hogy a GDP növekedésnek hol van a limitje, amit el akarunk érni, és ott köszönöm szépen, ott megállunk, és jól vagyunk. Igen. Tehát a óriás vállalatok által fenntartható fejlődés, az a világ kipusztulását okozza. Igen. Ez a rák terjeszkedési volumene. Analógia. És ezek bármiféle hatalom, nemzetek fölé hatalomhoz jutnak, ez azt jelenti, hogy erről mi nem beszélünk, mert ez egy másik műsornak a lényege, de itt ébredni kell. Én a megoldások szeretek fókuszálni, és a nyelvet használom, mindenkinek ajánlom egyébként a figyelmébe a magyar nyelvet. Én azt gondolom róla, hogy az Ariadné fonal a kezünkben, ami kivezet a labirintusba. És hogy lettél te korai indigó gyerek? Most azon kívül szép, majdnem Igen, vagy. Talán nem véletlenes se. Hogyan? Hát azt nem tudom, hogy hogyan, de nyilván akkor volt dolgom, és én jöttem el. Tehát a gondolkodásod, életviteled az, ami jellemző már ezekre a... Igen, egyértelmű. Tehát én már gyerekkoromban emlékszem, hogy én nagyon fekete bárány voltam családban, közösségben, kilógtam bizonyos szempontból, bár nagyon szociális típus vagyok, és szeretem a társaságot, tehát közösségi embernek érzem magam. Ennek ellenére az ötleteim, gondolataim még ma is meg tudom azért botránkoztatni a közösséget. Kell fogalmazni, hogy ébrezgeted őket. Igen. Mert a komfortzónáiból azért kilóg, attól nagyon dühösek a birka testvéreink. És ha már fekete vagy, ma se tetszik nekik, de attól még csak birka vagy, mert akkor... Na mindegy, hagyjuk ezt a részét. Tehát aki összefoglalva, aki tud Eszternek segíteni abba, hogy egy ilyen indigó iskola mozgalmat beindítson a saját kis környezetében, amit hallottátok a Bakony, melyik ez a kis falu Bakony? Nem ragaszkodom a Bakonyhoz, ott is van egy helyszínem, a saját telkem is felajánlom, Bakony Csetényben van. Csetényben. Jázsd szomszédságában, Jázsdi kis Imrét gondolom, lehet, hogy ismeritek, az ő szülő falujával szomszéd ez a Csetény, Zirctől kb. 10 kilométerre található az északi Bakony tetején. Én nyaranta ott vagyok, ott nekem van egy 2000 négyzetméternyi területem, amit szintén felajánlok erre a célra, tehát nyaranta. Kapáld meg te, nehogy nem, már. Én kaszálom egyelőre, még odáig nem jutottam, hogy kapáljak, de ez mert nem vagyunk ott egész évben. Értem, én csak... De nyaranta egy ilyen táborozás, vagy valamilyen formában, valamilyen rendszerességgel. Na, annyit megteszünk, mint meg szoktunk tenni, hogy Eszternek ide kírom az e-mail címét, és akkor bármi ötlet van, iskola,
közös elfoglaltság előadások szempontjából hívjátok őt, az ébresztő vírust, ez lesz. Boldog Eszter, Botos Eszter. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm. Önöknek is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és azt gondolom, hogy a saját környezetükben a saját gondolataikkal ugyanezt az ébresztő órát el tudják játszani, mert nincs más dolgunk nekünk is, hogy ébredjenek az emberek, és a világ változzon körülöttünk. Hát én most nem indigósban, hanem kockásban jöttem, mutka nem is tudom, valaki mondta, hogy azért szerettem a kockás ingeket, mert biztos önmagamat rabságba tartom, még ha kell, akkor ezt is elfogadom, de változzon a világ, mert nem ezért szültük a gyönyörű gyerekeinket, hogy ugyanabban a bullshitben kell élnünk, amikben minket próbálnak, de velünk se jártak sok sikerrel. Tehát így van, de nem a külső számít, hanem a belső tart. Így van, tehát kívül lehet rá, csak belül ne legyen az. Na, köszönöm még egyszer, szervusztok! VNTV-t, Vivanatúra televíziót láttatok, korábbi adásainkat a www.vntv.hu vagy YouTube megosztó portálján láthatjátok. Szervusz, Eszter, viszontlátásra!